Sziasztok! Szerda van, 8-a, egy újabb Biszkinap, de először is szeretném megköszönni nektek, mert ennyi feliratkozó lett, ennyien követtek, nézitek, lájkoljátok, szóval tényleg hatalmas köszönet nekem, ez egy nagyon jó visszajelzés. Remélem, hogy amíg le fog menni ez a kalendárium, ez több és több lesz, és minél több emberhez el fognak jutni, szóval ezt csak úgy tudjuk elérni, hogyha minél többen nyomtok egy csengőt, egy feliratkozást, egy megosztást, és ezáltal sokkal több emberhez jut el majd. Szóval tényleg ezer köszönet nektek. Na, de térjünk vissza, ma 8-a van, ugye szerda, Basil Hayden, ez egy nagyon jó ital, én imádom, igazából ugye a Jim Beam csinálja, a Basil Hayden-nek a tiszteletére. Ez a Jim Beam farm mellett, vagyis a Jim Beam-nek a lepárló mellett volt egy kis farm. Ugye Hayden csinált ott viszkit, és ez egy 200 éves receptúrátnak a tiszteletére. A Nob család ezért most csinálták újra, körülbelül egy 10-15 éve, de lehet, hogy talán már 20 éve is újra van. Ugye ő egy Kentucky Straight Bourbon, és 40 fokos. Ugye újabb kis 2 centünket kitöltjük. Nagyon jó. Én már kóstoltam többször is, nekem amúgy egyik kedvenc bourbonom, a Basil Hayden. És hát nézzük, csak ugye 1796-os bekezdte el ott az öreg. Wow. Hát ahányszor beleilletolok, mindig nagyon szeretem, mert tényleg annyira karakteres jön ez a vaníliás ízjegy, ez a bőrbönös karakter, karamella kicsit, fás ízjegyek. A kiégetett tölgyfahordónak az illata. Szóval én nagyon szeretem ezt. Igazából sokat nem kell róla beszélni, mert ez a tétel, ez maga beszél, szóval én csak elmondom nektek. Ez egy nagyon jó tétel. A színben ugye egy kicsit ilyen világosabb, borostyányos színe van. Illatban ugye már elmondtam. Ízben viszont egy nagyon lágy elindulása van a viszkinek. És egy nagyon gazdag, nagyon telített vaníliával, karamellal. Nekem még talán jön egy kicsit ilyen mogyorókrémes íz is, de tényleg szerintem ez egy nagyon jó termék. Ennél jobb már csak szerintem a Booker's, igaz, az egy hordó erősségű ital, de a Basil-t én nagyon szeretem, és van nekem 10 évesem is, de megnézzétek csak, megmutatom, mert ugye amúgy van nekem. És nagyon szép üvege van, ugye egy ilyen régebbi papírborítása van, egy ugye a Basil Hayden, a BH-nak a rövidítése, és egy nagyon szép ilyen logó van körülötte. Szerintem ez egy brutál tétel, én 10.9 és felet adnék erre, Isten király. Szóval köszönöm tényleg nektek, hogy ennyien feliratkoztatok eddig, dobtatok egy lájkot, és a következő tartalomig holnap fog érkezni, addig is iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, és osszátok meg minél többen, addig is sziasztok!